Igen, és miért 20 ezer? Miért ilyen drága? Ezt nem én fogom mondani, ezt ők az álszent piszkok, na mérjen! Nem tudom! Már! Hát már aranyozva van! Hát Krisztus az égben, ennyit nem tudsz megjegyezni! Aranyozás! Aranyozás! Jó, ne bőgjél ám! Aranyozás, talpazat, ennyit mondasz, nem bőgsz! Legalább vigyázzunk egymásra, nem? Hát te vigyázzon én. Te rád, ugye? Ugye vigyázzon anyára? Ugye vigyázzon anyára? Ugye most is megöregesz, akkor is ugye jó, hogyha én öreg leszek, ugye akkor is. Jó, Noémi, te akartad. Rühellem az ilyet. Jaj, de nagyon rühellem. 25 éve vagyok tulajdonos, de még soha nem kellett hívnom őket. A zsarukat? Rossz dolog ez, Noémi, nagyon rossz. Egyszer lopott valaki, egy elődő. De az sírt, az bocsánatot kért, és az mindent visszaadott. Az olyan volt, abban ennyi becsület volt legalább. Békében elváltam tőle. Utálom a zsarukat. A maga helyben én is utálna. Tessék. Ahogy mondom. Nem értelek. Hát csak gondolkozva. Miről beszélsz? A Jeanette-ről beszélek, a táncórákról beszélek. Fogalmam sincs, mit akarsz ezzel? Főnök, maga kefédi a Jeanette-t. Ez nem igaz! Láttam. Kis mocsok vagy, kis hazug. Én? A Jeanette felnőtt nő. Azt csinál, amit akar. A Jeanette agyilag beteg, és amit én láttam, nem éppen egy ítéli pásztor ura volt. Nem úgy tűnt, mint aki nagyon élvezi. Nem úgy tűnt, mint aki nagyon odáig a magáig. Egyáltalán nem úgy tűnt. A Jeanette olyan nekem, mint hogyha a kislányom lenne. Nem akarod tudni, hogy ki a vér az az Attila, de ezt takarítsd lefelé a
a konténerbe, mielőtt bármi más csinálok! Sanyi bácsi, adjon időt! Esik, és akkor jön meg a Noémi, ne hordjó! Szóval róla, most! Magának is jó, hogyha nem látják a szomszédok meg minden. Hát akkor pippak én meg a Noémi, elveszünk minden testét. Pippak? Na, a Noémi az válik, ha az ide többet nem jön. Mármint mi ez, hogy nem jön? Miért, hogy jön? Úgy, hogy ki van rúgva, úgyhogy muszáj leszel egyedül! De hogy, hogy kirúgta a Noémi? Hát nem hülyéskedik? Mi? Soha nem nézte meg! Hát ki tudtam! És annyi! Úgyhogy muszáj leszel egyedül! Ki? És most már fejezd be, meg volt az oka! És mi volt az oka? Ez az, ami ezt terked, nincsen semmi az. Csak erről gondoskodjál, de nagyon hamar. Aztán szedd össze a kis cuccodat, és hozzá lennél, érted? Hozzá lennél. Később, mert később már nincs súlypontja neki. Ezt próbáltam úgy filmmal írni, hogyha már itt befutott, egy gondolom bemutatjának a hülye pipec feleségének. Hát ez szerintem az egy ostoba liba. Belső építész, lakberendező, ami abból eltologatja a bútorokat, gondolom. Szóval ez a súlypont, ez azt jelenti, később már baszhatom, feléri a kis lotyó, és ha az apám egy ilyen ingatlan király, akkor ugyan jussak már eszébe. Drága jó apám, kívánok neked és kedves jó feleségednek minden jókat, ölel egyetlen szerető lányod, és jussak eszedbe. Ez nagyon király. Hát, hogy ezt így kiagyaltam. Mert így levele beszélbe jut, hogy több gyereke az nincs. Lakóparkja van, meg minden, de gyereke az nincs. Az nincs. Na? Nem gondolod meg? Nem. Sokáig váratnak minket. Na, kivel mit akarsz tudni? Nem akartam kérdezni semmit. De látom, hogy tudok a szemét. Semmit, de tényleg. Elég hülye testek okát. Te nem voltam gyondáznakni. De olyan akkor jól fájt, hogy csak a felét szedettem az egyik oldalát. Csak a felét? Ez hogy lehet? Mondom, fogolja a fát. Azt hittem, hogy tudom, akit kapja a kozmetikus, azt mondja, hogy olyan szegénykéne, mire fáj? Mindjárt mondom neki, amit gondolsz, hogy nem esik ortozok. És akkor mi lett? Az igazság, hogy kirohant.
ha az ember tudja ragadom el egy anyától. És akkor mit csináltál? Tudj, hogy lesz a lóborodon. Megpróbáltam utol mindetőre szedni. Így is elég hülyén festekot lehet. Le se szarja. Nem a tenőgyógyászod, le se szarja. Valami helyettesítés van, vagy mi jobb is így, igen. Nem gondolod, nem? Fejezd be. Jó van, csak mert a múltkor még annyira akartam. Azóta meggondoltam. Igazad van. Igazad is van. Hát apa kell egy gyereknek. Egy kamionsofőrnek, ugye nem apa. Akit nem is ismersz. Meg beszélni se tudsz. Sejtetted, igaz? Nem szoktad be a kis történetemet. Igaz? Miről beszélsz? A kamionos sztorinikában, igaz? Tudtad? Ezt akarod kérdezni, rejtetted, igaz? Hát... Nincs itt semmiféle kamionos, illetve nem is volt. A gyerek az Attilája. És ő nem akarná? Attila mondja. Hát miért? Ki tudja? Hát, ha jó fejön, de miért ki tudja? Hát, annyit szívott, majd szétfolyik neki az agya. Ez most miért mondod? Annyi bélyeg, annyi bomba, annyi az agya egy kemikália, cseppfolyós neki egy állat. Megütött? Egyszer megütött, vagy többször is rendszeresen? Sztrájkolni kéne már. Ezt egészen sztrájkolni kéne most. Kérsz egy kávét? Ott az autómat. Ez a számom. Köszönj el, kísérletére. Senki se takarítja! Virágok, ládák, drótok, senki se takarítja! Vajon jó Isten az anyja? Van erről egy könyv? Igen, olvastam én erről egy könyvet. Egy ilyen vén, hülye van egy ilyen!
én ezt már nem is tudom, hogy mondják hirtelen. Összeházasodunk a zsákban, az lesz. Már hogyha... Ha ő akarja, ha jó vagyok, már ha én jó vagyok neki. Lehet, hogy ez megoldás. Lehet, hogy ez a megoldás. A kicsit. A kicsi ellenemet viseli majd. És nincs házassági szerződés. Semmi. Semmi fivéka. Minden a Zsanié. Semmi piszkosság. Semmi. És a Zsani? A Zsani mit szerintesz? Zsani! Mit szerintesz? Zsani, hallasz meg? Zsani, hallasz mit szólnál? Mit szólna, mit szólna? Hajj, te már igen mondod, mit szólna? Majd most mit szólhatnám? Akkor igen, mondtál most a nevet. Akkor is kiabáltam, akkor is. Nem kiabált el egy hangosan. Mindenről számolok. Minden. Az összes oroszikont. Megfüstölöm. Meg bolgárikon, meg gömjékon. Minden! Nem akarok menni! Az már a tiéd, oda visz és kész, te vagy a főnök. Nem Sanyi bácsi a főnök. Nem. Az csak a látszik. Én is hozzátok költözöm, amíg az idő megüli. Kemény legyen, Zsanett. Az üzlet a tiéd? Minden a tiéd. Hallod? Figyelsz! Minden az enyém. Minden a tiéd. Minden. Na. Most van valaki. Már a barátom. Tudom, hogy nem hiszed el, hogy ilyen kedves, rendes vagy minden. Fekete. Fekete. Hogy fekete, afrikai, úgy fekete. Jó, persze tudom, hogy van, akinek ez bassza a csőrét, másoknak meg ez tetszik, hát ez ilyen anyag. Nem hiszem el, mert csak sírnál neki, ő meg megijed, elszalad és meg sem áll kóvói. Ja, nem is mondtam. Egyetemre jár. A családja otthon, az kőgazdag neki. Hát igen, kedves, rendes, ahogy veszünk, mint elvesz az alatt. Na, hát most az egyetlen dolog az az együttlét. Hogy milyen együttlét, hát a kefélés. Hát ez ritkán esik meg belőle. Jó, bocsánat, nem tudom másképp mondani, hát nem élet. Hát szokták mondani, hogy a fekáknak mekkora egy nemi életük van. Hát ez ránk nem áll. Egyáltalán nem. Jó, beszéljünk másról. Mi fogyott el a szanasz? Jó, hozok bár a kurikontré se rossz. Hát persze, hanem, hogy én is ezzel alszom, hát mi van ebben? Ez ilyen örökkek nálunk. Te is ilyen vagy, én is ilyen vagyok, ezzel alszunk. Az illetszerbe fogok dolgozni. Apa nagyon örül neki, hogy pont ott. Igen, voltam apánál, üdvözletét küldi. Nézd ebben, ne szólj bele! Nem tettek róla, hogy én vagyok az egyetlen öröme. Mesél a terveiről, hogy hogy lesz, mint lesz. Én is mesélek neki a drogériáról, meg Afrikáról. Hát, amiket tudok, ebben ne szólj bele, gondolhatod. Sok öröme nincs ott, én vagyok az egyetlen öröme. Hát, hogy jól megy a sor. Ebben ne avatkozz bele. Arról nem tehetek, hogy jó, beszéljünk másról. A Zsanett férhez megy, ez igaz? Adj érte hálát, hogy így elintéződött. Hogy én így elintéztem.
Fel kéne jelenteni az öreget. Még ma fel kéne jelenteni. A Jeanett férhez megy. A Jeanettnek üzlete lesz. A Jeanett üzlettel fog törődni. Nem olyan greci, mint az enyém. A Jeanett többre vintem, mint én. Többre vintem, mint te. Ez fáj neked. Ha te nem teszed meg, ha te nem jelented fel, majd megteszem én. Most akkor vége lett minden erőnek, egyedül voltam. Te sem voltál sem. Senki nem volt sehol. Akkor kértem ezt, és így lett. Ezt kértem, és így lett. Ezt kérted, és így lett. Mindjárt belevész az aranyba. Arra lesz a talpad, a lábad, bokáig, a kezed. Merő egy arany leszel, festékes leszel, nem hallod? Nem hiszem el, amit hallok. Ezt kértem, és így lett. Az ostoba gyűlöli a tudást. Én nem gyűlölök, te sem gyűlölök. A Jeanettnek üzlete lesz. Majd meglátogatom őt. Mikor adtál el egyáltalán valamit? Őt meg az unokámat. Vigyázz magadra, festékes leszel. Nem hallod? Viszlát, kariták! Válasz! Kárpit, amit tartalmazó szemránckrémet, mert segít eltüntetni a sötét árnyalatot a szemed alól. Ha korrektor használsz, mindig használja a bőrödnél világosabb árnyalatot. Le a puffad bőrrel! Áztas egy kedvűt hideg tejbe, fektesd a szemedre 15 percig, a laktóz dohasztja a duzzanat. Még drámai bőszképre utazol? Szürke kontúrral rajzolt körbe a szemed, és maszakol el egy főtisztító pártika segítségével. És használj műszempillát. Megrázó hatás. Próbáld ki a végeles kék műszempillát. Próbáld ki az Ocean Style vízálló szemceruzát extra nyálas csókolózás esetére. De a pakóraban áll kontúrceruzal is csodafegyver, valamint a Guerlain Soir parfüm család, a Lash de Balmain Szemrác krémet fülök az északi változat, és a Christian Dior szárnyak fehér változatban. Meg nem is tudtam, hogy itt dolgozol. Míg az Attila nem szólt, nem is tudtam. Szóval az illatszerez nem jött be. És mondd meg neki, hogy vége. Ja, nem, az illatszerez nem jött be, csak hülyét csináltam magamból, kamu volt az egész. De érted? Mondd meg neki minden soha. És bírod meg minden? Ezer éve nem láttam. Miért vagy civilben? Már szóvá lett téve, hogy túl sok minden fogy, hogy a méreg szekrényből minden elfogy. Nehogy erre jöjjön már valakinek miért. Ja, és azért vagyok civilben, mert vége a napomnak megyek haza. Fehérben, nem vagyok én valami hülye orvos. És te, van munkád? Találtál valamit? Beletartott egy kis időbe. Pénztáros vagyok most, pénztáros egy szupermarketben. Illetve a mindenfélétként csinálom, de szömbben pénztáros szarom meg a napomat, különben több mindenki. Hát az egyik eltörött. Mert csak el, a Bandi bácsi. Ja, meg a takarítók nincsenek is fehérben különben se. Egy faszi kérdezt, hogy mit keres, amit ezt nem jelentem. Kérdezte, miért a bújtóhoz? Ilyen nem voltam útkor. Nem voltam útkor én. Azt hallom, a húgod szülni fog, ez komoly. Ah, igen, itt van az emeleten. Hogy vizsgálatlan a szavakat szeret találkozni? Zati már kell. Ki fogja mégis elnevelni anyát? Nem, én. Felett fog élni, mert mindenki van találva. Ez komoly. 100%. Az apám támogatni fog
fog, majd kiverem belőle. És tényleg, az Attila? Megvagytok még? Rápakadtak a szörveszkáját, ha más nem is értettük. Na, ez már valami egészséges élet. Hát pénzt azt nem kevesen légyem. Így vagy úgy, de végig az amfetaminból. Ám a nője vagyok. Szöveg az van, persze. Én mondtam neki, hogy a beugró a Sanyi gyereke, hogy az a beugró, hogyha rendes apja lesz az apja helyett. Úgy tűnik, vette a lapot. Na? Hát ez most már nem hiszem el, hogy nem veszel észre semmit. Jézus, hogy te megcsináltattad a belleidet. Irigyhetsz mi? Király, nem? Mindenki hasra van esve! Nem te? Hát mondjuk utána pokolian feltárolódik, őbe aludtam. Ha bárki kérdi, a Bondi bácsi lánya vagyok, értesz? Igen, lehet, ha bűnál megkérdik, mindig megkérdik. Nem lehet csak begyalogolni. Meg akarod nézni? Akarod megnézni? Aha. És kóma? Meg minden? Ramatyúl van? Hát, rendben van, Ratta, ne parázz meg a felesége és lapozatnál, hogy most látom elmenni. Szóval el van látva rendesen. És figyelj, most le fog szűrni a szíved. Egy X-pontú pasikola vagyok együtt. Tényleg szuper. Mozambiki különben. A mellekre is ő beszélte. Miatta csináltatta? Jézusom. A kis Bandi bácsi. Bácsi. Hát igen. Ez ilyen gyors lefolyású. Most nyílik a lepedőn, amit ő. Meg fog gyógyulni? Viccelsz? Hal minket? Hát, tudja a vér. De már nem nagyon fogja elmesélni, hogy mit hallott. A felesége fel fogja adni, aztán beleegyezik, lekapcsolják a gépről. Kicsit még reménykednek, aztán beadják a derekokat. Hát ez így szokott lenni, hát ennyi, hát ez eddig tart.